Így örültek a győzelemnek a Fidesz eredményváró gyűlésén 5 éve az önkormányzati választáson. 3 a magyar igazság, és ma megvan a harmadik. Megvan a harmadik győzelmünk. A kormánypártok idén is szeretnének hasonlóan ünnepelni, erről Kósa Lajos, a párt önkormányzati választásokért felelős kampányfőnöke beszélt. Azt mondta, az összes jelölő szervezetnél több önkormányzati politikust ajánlanak a választóknak. Polgármester jelöltet a települések majdnem negyedében állítanak. A Fidesz-KDNP színeiben 783-an pályáznak településvezetőnek, de mellettük 370 civil jelöltet is támogatnak a kormánypártok. Mind a 19 megyében állítanak megyei közgyűlési listát, ezeken körülbelül 600 jelölt szerepel. Budapest összes kerületében lehet majd kormánypárti polgármester jelöltre szavazni, viszont a 20. és a 23. kerületi jelölt nem a Fidesz tagja, hanem függetlenek. Kósa Lajos elmondta, minden olyan településen lesz polgármester jelöltjük, ahol 10 000-nél többen laknak. Ez összesen 169 város, ebből 146 jelölt a Fidesz-KDNP jelöltje, 12-t más szervezet jelölt, de támogatják, 11 településen pedig még folynak az egyeztetések. Erre már nem sok idő van, augusztus 23-án kezdődik a támogató aláírások gyűjtése. Kósa Lajos szerint összességében több jelöltet állítottak, mint az előző önkormányzati választáson. A jelöltjeink azt a politikát képviselik, amit a Fidesz. Szeretnénk, hogyha Magyarország az Európai Unió legjobb, legélhetőbb országai közé verekedni magát egy belátható időn belül. Erről miniszterelnök is többször beszélt. Budapestet vegyük vissza a Fidesztől. Tárgyal még az ellenzék is, legutóbb a második kerületben állapodtak meg. Céljuk, hogy a lehető legtöbb településen legyen egy erős, több ellenzéki párt által támogatott kihívója a kormánypártok jelöltjének. A megyei jogú városokban már megállapodtak, 4 helyen még nem teljes az összefogás, Békéscsabán, Debrecenben, Szolnokon és Tatabányán, de utóbbiban információink szerint a héten bejelentik a közös jelöltet.